A választók április 19-ig megkapták azokat az értesítőket, amelyek a témával kapcsolatban minden fontos információt tartalmaznak. Ebből megtudhatjuk, hogy a szavazás napján melyik településen, annak melyik választókerületében és szavazókörében adhatjuk le a voksunkat. Másrésztről tartalmazza azt az információt is, amik fontos lehet, hogy akadálymentesítette az a szavazókör, ahol a választó jogosult megjelenik, ha és amennyiben nem akadálymentesített. Úgy lehetősége van a választópolgárnak, hogy június 5-én, 2024. június 5-ig kérje, hogy a helyi választási iroda vezetője egy akadálymentesített szavazókörbe tegye át a névjegyzékbe, amely, amely kérelmét a helyi választási iroda teljesíti, és az azonos választókerületbe ö, akadálymentesített szavazókörbe kell áthelyeznie az adott választópolgárt. A választásoktól függetlenül vannak olyan feladatok, amelyek a központi névjátszik vezetésével kapcsolatban folyamatosan végezhetőek. Ilyen egyik kérelem az, hogyha a választópolgár szeretné kérni valamely nemzetiséghez tartozását, tudjuk, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény mellékletében 13 ilyen elismert nemzetiség van, melyhez tartozását kérheti a választópolgár annak érdekében, hogy aztán majd a nemzetiségi választásokon is részt vehessen. Fogyatékosságára tekintet is jelezheti a segítség iránti kérelmét a választópolgár, illetve azt is kérheti, hogy a névjegyzékben szereplő adatainak kiadását megtiltja nem járul hozzá. Az Európai Unió tagállamában élő választópolgár kérheti azt is, hogy az európai parlamenti választásokra is kiterjedjen a névjegyzékbe vétele. A választási iroda vezetője ismertette továbbá, hogy az átjelentkezésre ezúttal speciális szabályok vonatkoznak. Az a választópolgár, aki lakóhelyjel és tartózkodási helyjel is rendelkezik, az eldöntheti, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a lakóhelyén, vagy pedig a tartózkodási helyén kívánja a választójogát gyakorolni. Ebben az esetben megteheti, hogy átjelentezési kérelmet nyújt be, azonban ennek vannak törvényi feltételei. Az egyik feltétel az az, hogy 2024. február 11 napján a tartózkodási helynek érvényesnek kellett lennie. A másik feltétel, hogy ennek a kérelemnek, ennek az időpontnak, illetve ennek a tartózkodási helynek a kérelem benyújtása időpontjában is érvényesnek kell lennie, valamint 2024. június 9-én is érvényesnek kell lennie. Fontos tudni való még, hogy a mozgó urna igénylése elektronikus azonosítással június 7-éig nyújtató be, enélkül június 5-éig. A választás napján is mód van arra, hogy a választópolgár mozgóurnát igényeljen, de ebben az esetben már nem a helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási Biro ö, ö, Irodától kell kérni, hanem az illetékes bizottsághoz kell benyújtani a kérelmet. Zikogák Claudia kiemelte, hogy a választás.hu weboldal is tartalmaz minden releváns információt a választással kapcsolatban.